Emléklap is tanúsítja a nyíregyházi villamos közlekedésnek emléket állító B-Vill 812-es számú kocsi ablakán, hogy tavaly májusban bekerült a nyíregyházi települési értéktárba. A villamos 1969-ig valóban járt Nyíregyházán, de ma már csak emlékként áll a hősök terén, és időnként például helytörténeti kiállításoknak ad otthont. Hogy a kocsi kívül belül jó állapotban van a mai napig, nem csak az önkormányzat érdeme, számos civil is tesz ezért. Én kiemelném itt a Városvédő Egyesületet, hiszen ők üzemeltetik a villamost. Kiemelném, mint nyíregyházi polgárt, Szaszala Lászlót, akinek tulajdonában van a villamos, és aki renováltatta ezt a gyönyörű műemléket, és így válhatott 20 év alatt, hiszen 2003-ban emelték ide a Hősök terére ezt a járművet, így emelkedett 20 év alatt nem csak szimbólummá a város életében, hanem találkozási pont és egy információs pont is. A villamos ma már egy ikonikus pontja a vármegye székhelynek, de sokan idézhetnek vissza személyes élményeket a kocsi fénykorából. Nagyon szerették a nyíregyháziak a villamost, nem csak egy közlekedési eszköz volt, itt az állomás és Sóstó között közlekedett, hanem egy közösségi tér volt, itt tudtak beszélgetni, találkozni, egy olyan nosztalgia érzét, hogy csilingelt a villamos, mindenki tudta, aki éppen nem utazott a villamoson, hogy merre jár, úgyhogy én gyerekként még hál' Istennek utazhattam a villamoson, hiszen a nagymamám itt lakott Okos utca 52 szám alatt, és itt dolgozott a megyeházán, úgyhogy sokat láttam a villamost, nagyon szerettem én is gyerekként a villamos, és nagyon örülök, hogy bekerült a vármegyei értéktárba. A villamos mellett két vármegyei alkotó munkássága is a lista része lett. Az egyik az Komisszár János, aki kortárs festőművész, Mária Pócson született, és ott Mária Pócson van neki egy nagyon komoly alkotóház, egy alkotó kiállítása, ahol nem csak az ő festményei vannak, hanem kortárs festőművészeknek a gyűjteménye is, egy nagy értékű kiállítási anyag, és hát természetesen Komisszár Jánosnak az életműve is az értéktár részét képezi már. És Csergezán Pálnak, a vadászfestőnek, a természetfestőnek az életműve is bekerült, aki Záhonyban született, majd Kisvárdán töltötte gyermekéveit, és utána elkerülve ismerkedett meg a természetfestéssel, és úgy gondolom, hogy egy olyan életművet hagyott maga után, amely mindenki számára valamilyen szinten biztos, hogy a kezeügyébe került, hiszen akár Fekete Istvánnak a könyveit, hiszen azokat ő illusztrálta, vagy akár mondjuk a Nimród vadászújságot, hogyha valaki lapozgatta, akkor biztos, hogy találkozott Csergezán Pál festménnyel. A Vármegyei Értéktár Bizottság legutóbbi ülését október 18-án Nagykállóban tartotta, és mint mondták, már vannak újabb ajánlások, ezért idén még lehet számítani arra, hogy újabb ékességek és munkásságok kerülnek a figyelem középpontjába.